Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és a mai adásban egy kicsit másmilyen adást terveztem számotokra, hiszen ahogy látjátok, nem a négy fal között állok, hanem eljöttem ide a Miami Convention Centerbe, ahol jelen pillanatban a SuperCon folyik, ami nagyon hasonló a San Diego-i vagy nagy testvérére, viszont ez itt számomra közel van, és végre én is megtudom, hogy milyen egy con. A floridai SuperCon egyébként 2006 óta rendezik meg, de nem mindig volt itt Miami Beach-en, hanem eddig Fort Lauderdale-ben, de most átkerült ide, hiszen megépült nem is annyira rég ez a hatalmas nagy Convention Center. Ahogy látjátok, nagyon könnyű volt bejutni, sokkal nagyobb sorra számítottam, de viszonylag könnyen bejutottunk. Miután megszereztük a jegyünket, már mentünk is befele, és itt látható is, hogy hát sokan be vannak öltözve. Ennek a beöltözésnek én annyira nem vagyok híve, de azért rengeteg ember volt itt beöltözve, kb. Fele-fele arányban voltak az emberek. Az első látványosság, amit itt láttok, például az, hogy volt egy ilyen élő, hát középkori show, amelynek keretén belül emberkéink harcoltak egymással. Ahogy itt látható rajta, egy nagyon hasonló ilyen kamuverekedéshez ez az egész, de azért, amikor ott voltam, én hallottam, hogy mennyire oda csaptak egymásnak, és azért tényleg rendesen oda püfölték egymásnak azokat a fegyvereket. Nyilván nem volt itt semmi veszély, meg mit tudom én, de azért fogni kellett azt a pajzsot, hiszen halljátok ti is, hogy azért elég hatalmasak, az durran rajta a fegyver. De azért volt itt Lego is, például itt azt is láthatjátok, kicsit túl volt árazva a cucc, de azért Legót is megtalálhattunk. Sőt, még találtam egy ilyen kis speciális standot, ahol egyedi készítésű kiegészítők is voltak Legókhoz, és speckó minifigurák is, de ezen kívül semmi más Lego tartalom nem volt ezen a konon. Majd átmentem, és hát átmentünk egy ilyen speckó részlegre, ahol hát ilyen feltörekvő artistok, meg egészen komoly designerek is kiállították festményeiket, és azokat lehetett itt megvásárolni, vagy a különböző alkotásaikat, nem biztos, hogy csak festményekről volt szó. Igazából ez volt a legelső ilyen sziget, ahol át lehetett nézni a dolgokat, ahogy látjátok itt a képeken, különböző témakörben, különböző festményeket és a rajzokat lehetett megvásárolni. Igazából ez engem annyira nem érdekelt, bár volt jó néhány egészen menő Dragon Ball-os alkotás is, de számomra kicsit kicsik voltak, bár mondjuk ez a Gohan egészen jól néz ki. Azért ezt nagyobban megvettem volna, de azért hát elég húzós volt egy-kettőnek az ára, főleg, hogy ilyen A4-es méretűek voltak, azért 60-80 dollár köré lehetett ezeket vásárolni. Nem. De például az az Ariel már így méretre tetszene, hogy akkora ilyen songokus figurát láttam volna, vagy festményt, azt szerintem simán hát beszereztem volna, hogy olyan árban lett volna, ami nekem tetszik. Látjátok, hogy volt ilyen speckó Star Wars-os részleg is, arról majd külön mindjárt beszélek, volt egy egészen más részlege is, és hát voltak ilyen speckóbe laminált képek is, hogy még jobban egy kicsit minőségi hatást érjenek el. Aztán volt ez a szarós részleg, volt itt Goku ahogy szart, Mandalorian ahogy szart, mindenki itt a WC-n ülve erőlködött, lényegében ez az egész alkotás, vagy ez a művész erre volt ráfixálva, tényleg egészen menő néztek ki, és hát voltak ilyen háromdimenziós rajzok is. Hát igen, itt nagyon-nagyon megremegett a kezem. Voltak új készítésű, régi stílusú képregény borítók, hiszen látjátok itt a Mandalorian sorozathoz, meg a WandaVisionhoz is kiadtak ilyen speckó, retro stílusú dolgokat, és hát ezek is egészen kedvencek voltak számomra. A filmekből be lehetett szerezni ilyen kamu jelvényeket, például az Odaátból is a Winchester fivéreknek kamu jelvényeit. Na de hát mivel egy konról van szó, nyilván voltak képregények is, és hát képregények minden mennyiségben voltak, minden árkategóriában voltak. Itt éppen láthatjátok, hogy egészen az 1960-as évektől kezdve be lehetett szerezni különböző tematikájú képregényeket. Én igazából annyira nem értek a képregényekhez, úgyhogy nekem, hát bárki mondhatja, hogy ez egy 1 dolláros vagy egy 500 dolláros, én sok mindent nem látok rajta, de például ez a régi Disney is azért eléggé megtetszett, nem is volt annyira drága, azt hiszem 40 dollár volt, ez az 1960-as évekbeli Donald kacsás vagy Disney-s képregény. Volt természetesen Toros is, ha már ugye a tor nem is annyira rég jött ki, ami egyébként 92-ben került kiadásra, de végül nem vettem meg egyiket se. Mondom, én annyira nem utazok ezekben a képregényekben, szép. És hát természetesen mindenhol pop figurák voltak, mind végtelen mennyiségben lehetett pop figurákat beszerezni. Egyszer talán, hogyha szeretnétek, majd egy-kettőt bemutatok, még soha nem próbáltam ki ezeket. De aztán volt egy érdekesebb részlet is, hiszen be lehetett szerezni ilyen fegyvereket, prop fegyvereket,
gondolom ilyen hapszilacsból készültek ezek a cuccok, vannak különböző kis miniatűrök is. Nézzétek meg azokat a részleteket. Atya úristen, nagyon-nagyon-nagyon részletesen ki volt ez is dolgozva, és hát ismét itt vagyunk a fegyvereknél. Ezek is, hát gondolom minden animéből, sok videójátékból ti felismertek fegyvereket, hát én nem sok mindent ismertem fel ezek közül, de például ez a katana egészen jól nézett ki, de itt pont ahogy így megfogtam, érezhető is volt rajta, hogy semmi súlyuk nem volt, mert én szivas volt az egész. Ám de ezek a fénykardok, ezek furra fémből készültek, tehát a markolat teljesen fémtől eléggé nehéz volt, és hát egyedül az a fény része nem volt olyan, viszont ha akartatok még egy ilyen kis érdekes AK-t is meg tudtatok venni, és hát mivel egy konról van szó, mint ahogy az előbb is mondtam nektek, sok ember beöltözött, hát számomra ezek gondolom valami anima karakterek, és szinte senkit nem ismertem fel, hiszen én csak a Dragon Ball-t és a Naruto-t néztem ezek közül, hát olyan sok mindent, vagy ezeken kívül sok mindent nem ismertem fel, de írjátok le a komment szekcióba, hogy ezek közül ti kit ismertek fel, nyilván Pókembert én is felismertem, de rengeteg volt olyan, akiről halvány fogalmam sem volt, de gondoltam a bíró kedvéért azért csinálunk róluk is néhány felvételt, hogy lássátok, hogy milyenek is voltak itt az emberek, miknek voltak beöltözve. Hát Vegitát és Gokut azért megismerem a háttérben, ők is megnézték a Son Goku-s pólómat, hál' Isten, meg volt a connection. Aztán, hogy így haladunk szépen tovább, itt is látjátok, hogy ugyanúgy. Hát ja, különböző emberek, különböző cuccokban, végre Naruto. Naruto-t én is fölismerem, és hát a Push Genyú tenger közepén is anime lánykák vannak. Egyébként ennél a standnál volt a különböző kis szobrok is, nagyon kevés helyen voltak szobrok kiállítva, én kifejezetten azért mentem, hogy komolyabb szobrokat nézek, de ezek is, amik mindjárt oda megyünk egy kicsit közelebb, látni is fogjátok ti is, ott egy Deadpool, szóval, hogy ti is fogjátok mindjárt látni, hogy ennek nem a legjobb minőségű figurák voltak, ilyen 40-50 dolláros kis gagyik, legalábbis így számomra. Ezeknél is sokkal részletesebb szobrokra lettem volna kíváncsi, úgyhogy sajnos sok minden más nem is volt ebben a témakörben. Aztán, hogy így haladunk tovább, vagy mi lesz a következő kép, itt is még ilyen beöltözött emberek lesznek, hiszen volt egy ilyen speckó szellemírtós részleg is, de nem az eredeti autókkal. Ezekbe hát be lehetett ülni külön pénzért. 60 dollár volt ahhoz, hogy beülj. Például ebbe a Jurassic Parkos zsibbe is, ennyit ezért nem ért, így is le van videózva, oké, láttuk. És hát ugyanúgy anime lánykák szinte mindenhol és minden mennyiségben. Na de, végre elérkezünk az egyik kedvenc témakörömhöz, a Star Warshoz. Volt egy ilyen külön kis szekció neki, különböző hát rohamosztogosokkal lehetett itt találkozni, látjátok az emberekben vannak öltözve, nekik itt láttátok is azt a képet, amit készült. Egészen jól néztek ki, főleg ezek a ruhák tényleg egészen élethűek voltak, legalábbis a filmhűek voltak, de maga így a helyszínt annyira nem rendezték be fullosan, bár ugye ez a Republic Gunship-nek kicsi részlete jól néz ki, sőt, majd mindjárt megyünk egy kicsit közelebb ahhoz a Mos Eisley részhez is, az egészen jól meg volt csinálva, itt is van egy ilyen kis fotórész, ahol le lehetett fotózkodni az új Order, vagy New Ordernek az egyik katonájával, és itt van maga a Mos Eisley rész, ahol még kék tejet is lehetett vásárolni, meg lehetett kóstolni, milyen is ez a kék tej, nyilván ilyen kis színezett cuccról van szó, de akkor is tök jól nézett ki, hogy ez ide be volt pakolva, és természetesen szólt a jellegzetes zene, amit remélem nem fog a YouTube nagyon megbaszcsizni. Aztán, hogy így haladtunk kifele, hiszen ez egyenként kis rész volt, nagyon kis részen volt összezsúfolva lényegében minden Star Wars, hát itt lehetett találkozni Palpatine-nal és a kis tanoncánnal Darth Vader-rel is, és hát lehetett velük fotózkodni, hát ide se álltunk be, mert egy az nagyon hosszú volt a sor, meg a másik az, hogy hát itt is. Itt nem mondták azt, hogy fizetni kell, hanem lehetett adományokat adni, de most egy képért annyira azért nem érdekel ez a cucc. Viszont tényleg nagyon jó kiegészítők voltak ide is kirakva, az emberek nagyon jó voltak fölöltözve, és hát itt a fegyverek a falon azért. Azért nézzétek meg, a minifiguráknak a kezében is vannak nagyon hasonlóak, úgyhogy szerintem egy-kettőt simán fölismerhettek ti is. És ahogy itt jöttünk ki ezen a részen, majd mindjárt fogjátok látni, itt is volt még egy ilyen utolsó fényképezős rész, ahol rohamosztagosokkal lehet lefényképezni, és hát ez volt a legnagyobb bánatom ezen az egész konon, amit majd mindjárt élőben mondok el nektek. Oké, szóval előbb láttátok azon a felvételen, hogy oda direkt ki is volt írva, hogy nem szabad fényképezni, úgyhogy olyan sok felvétel azért nem is készült arról a részlegről, de ott volt az a része, amikor lehetett találkozni különböző hírességekkel,
ez azért elég érdekelt ez a része ennek, hiszen lehetett találkozni például Adam Savage-el, vagy a Weasley Crack-kel, ők is ott voltak ezen az eseményen, és úgy voltam vele, hogy ha már ott vagyunk, akkor miért nem lenne egy közös fotót, azért tök jó lett volna velük lőni. De mivel én még soha nem voltam ilyen konon, nem is gondoltam arra, hogy ez, legalábbis én így józan paraszt észre úgy gondoltam, hogy ők fönn lesznek valami színpadon, elmondanak bizonyos dolgokat, utána lejönnek, az lehet valami fotózkodni. Nem, ez egyáltalán nem így van, hanem el voltak zárva ilyen teljesen elreteszelt, elparavánozott szekció mögé, ahol azt hiszem Adam Savage-el $80 lehetett fényképezkedni, és vele lehetett vele beszélgetni. Azt hiszem egy egész percet, aláírta a dolgodat, amit akartál, és ennyibe. $80 azért, hogy most készítsek vele egy fotót, hát most nevezetek zsugorinak, de én egyáltalán nem akartam rászállni, és így sajnos ez a rész teljesen kimaradt. Számomra ez is a legnagyobb, hát negatív dolog ezen az egész rendezvényen, hogy ezért még külön kellett fizetni. Eleve a belépők is hát borsosak voltak, kettőnknek majdnem $140 volt a belépő, plusz ugye még a taxis rá, meg ott lehetett venni különböző dolgokat, amik eleve meg voltak egy kicsit emelve, és ezért még ott még extrába kellett volna fizetni, úgyhogy nem, úgy erre nem ruháztunk be. És így igazából összességében az egész Comic-Conról, vagy milyen Super-Conról egy kicsit negatív szájízzel jöttünk is el mind a ketten, hiszen soha nem voltunk még ilyenen, nem tudtuk, hogy mire számítsuk, azt azért gondoltuk, hogy eléggé anime-orientált lesz az egész, meg hát eléggé elvakult fanok vannak, ezzel igazából semmi baj sem volt, igazából tökre beleillettünk mi is ebbe a kis masszába, hiszen félig föl voltak öltözve az emberek, a másik fele pedig nem volt fölöltözve akármilyen karakternek, úgyhogy itt semmi gond nem volt. Viszont számomra egy kicsit olyan, hát nem tudom, ezt épp beszéltem feleségemmel, hogy ilyen gagyi vásár feelingje volt. Biztos voltatok már Magyarországon, nálunk is volt ott különböző vásárok havonta, kb. Ugyanaz a feeling, hogy ilyen olcsó gagyi vackokat árultak. Nem volt minőség. Én úgy gondoltam, hogy ha már egy kon, akkor tényleg lesz normális minőség, normális kiállítási darabok, meg akármi, de minden csak ez a kínai, meg jó, egy-két dolog láttátok a videóban, volt, ami érdekes volt, de sajnos a 80%-a mind olyan kínai vacak volt. És ezáltal tényleg eléggé negatív szájízzel jöttünk el. Az egész nem volt nagy, azt hittem, hogyha már egy konról van szó, akkor legalább egy egész napos program. Hát egy bő másfél óra alatt be lehetett ezt az egészet járni, szerintem egy 400-500 négyzetméternél nem lehetett nagyobb az egész. Úgyhogy sajnos nem úgy sült el az egész, de remélem attól ti élveztétek ezt a kis beszámolót, igazából nem is terveztem erről videót, de úgy voltam vele, hogy ha már ott vagyunk és videózunk, akkor miért nem ollóznám ezt egy kicsit össze, kicsit alámondtam a szöveget, hiszen ott is mondtam pár dolgot, de annyira nagy volt a hangzavar, hogy mivel mikrofon nem vittünk, ezért sok minden nem hallatszódott belőle, de remélem azért így is tudtátok élvezni. Ha tetszett ez a videó, akkor tudjátok a lájkokat, ne felejtsétek el, ha még esetleg nem lennétek feliratkozva, akkor nyomjátok meg azt a gombot, és találkozunk a következő adásban. Szevasztok!